Rendben, folytassuk tovább ennek a szánalmas produkciónak az elemzését. Szóval ez itt már a 36. perc körül jár ez a történet, és arról beszélnek, ami a legmeghökkentőbb egyébként talán az összes közül, bár tudom, hogy ezt már mondtam egy párszor, de ez van. Szóval arról beszél, hogy a sínai hegyen kapták a 10 parancsolatot, míg az összes többit a vándorlások során szedték össze, tehát amikor eljött ugye Jézus, akkor ő betöltötte a 10 parancsolatot, így megmaradt az a 7,5, plusz a, amit látunk már a nekösben a nyomtatógörb száját, és gyakorlatilag ennyi, azon kívül szabad rablás van, és ilyen fél állati stádium, mint amiben a világ van. De ahelyett, hogy én is belemennék a filozófiába, nézzük meg, hogy mi az, amit az írás mond erről. Kezdhetnénk igazából máshol is, de úgy gondoltam, hogy ha ilyen in medias részként belevágunk a közepébe, az lesz a legegyszerűbb. Ez Semot 19, és arról beszél ugye másik Mózes 19-ben, hogy felmegy a hegyre Mózes, és ott így szól, Jehova az atya. Ezt mondd meg a Jákob háza népének, és ezt a tudtára Izrael fiainak. Ez egy szövetség Izrael és az atya között. Egy olyan szövetség, aminek soha nem lesz vége. Ezt is megnéztük már az igazi Izrael sorozatban, ő soha nem fogja megszegni ezt a szövetséget, aki ezt nem érti, az sajnálatos módon félre van informálva, ez le van írva több tucat helyen egyébként, és ezt megmutattam az igazi Izrael első részében, ha jól emlékszem. Így szól ezután, mostan azért, ha figyelmesen hallgattok a szavamra, a hallgattok az természetesen Shema, azaz hallgatni és cselekedni, meghallgatni, figyelni, érdeklődően hallgatni, engedelmeskedni. Nem csak hallgatni, hanem engedelmeskedni, törődni vele, engedelmességet tanúsítani, megérteni. Ez sem már. Nem arról beszél, mint ma, hogy ők beszélnek véget nem érően, a többi meg ott ül, hallgatja, aztán hazamegy és csinál mindent úgy, ahogy addig. Szóval meg kell hallgatni, és aztán meg kell tartani ezt a szövetséget, ami brit, mint a brit hadasá, mint az új szövetség, a megújult szövetség, az ennek a szövetségnek a megújítása jobb feltételekkel. A szerződésnek az alapja az mindig is az ő instrukciói lesznek. A Tora a szerződés alapja, ami soha nem fog megváltozni. A következményei annak a megszegésének megváltozott, hiszen azóta, hogy eljött a másiák, már nem kell állat áldozatot hozni, és az ember megtérhet, és van ideje arra, hogy megtérjen, de hát így is kell, hogy legyen, hiszen mi nem bele születtünk, hanem próbáljuk megtanulni. A probléma az, hogy a legtöbben nem próbálják megtanulni, hanem azt mondják, hogy már nem is kell semmit megtanulni. Elmondtam már sokszor, de elmondom még egyszer, aki nem a Tora szerint él, vagy arra törekszik, az nem része a szövetségnek. A szövetség maga a Tora. Figyelmesen hallgat, se már, és megtartja az ő szövetségét. Ezek szerint ezt a szövetséget meg kell tartania. Szóval, ha aki megtartja a szövetséget, ha ők megtartják és hallgatnak a szavára, mi lesz, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert az egész föld az enyém. És lesznek ti nekem papok birodalma is, egy kodás vagy szent nép. Hogy lehetne valaki pap, vagy kodás, vagy külön választott, mikor ugyanazt a szemetet eszi, mint a világ? Hogy lehetne valaki külön választott, mikor nem foglalkozik az atya szavával, vagy az ő az igazi szavával, amiatt, ha nák? Nem arról van szó, hogy a megújult szövetség az nem hiteles, vagy az nem számít. Arról beszélek, hogy a Tanák az, ahol elhangzik minden egyes oldalon, hogy így szól Jahua. Ez az ő szava. Hogy lehetne azt csak egyszerűen semmibe venni? Ki az, aki azt merészeli mondani, hogy a mindenség teremtőjének a szava már nem számít? Hogy ő szent lesz, ő egy papok birodalma lesz úgy, hogy fogalma sincs semmiről, nem is érdekli, és ráadásul azt tanítja, hogy ez már nem szükséges. És ugye azt mondja, hogy ezek azok az igék, ez dabar, úgy mint beszéd vagy szó, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. A 10 dabarim, a 10 parancsolat, az az ige, 10 parancsolat, ige. Ezeket kell elmondani nekik. Mit? Azt, hogyha megtartják a szövetséget, ha figyelnek rá, akkor ők egy különleges nép lesz. Ezután Mózes lemegy,
Elmondja a népnek, mit mond a nép, valamit rendelt Jehova, mind megtesszük, és megvívé Mose Jehovának a nép beszédét. Azaz visszaviszi az, hogy a nép beleegyezett ebbe. Így zajlik egy házasság, tulajdonképpen egy ilyen tárgyalás a férfi és a nő között. A nő Izrael, a férfi pedig Jehova, a szó maga. És készülnek összeházasodni, a férfi megszabja a feltételeket, a nő pedig elvállalja, ha nem, nem, vagy pedig tárgyalnak róla. Ezután elmagyarázza nekik, hogy szenteld meg őket, és 3 nap múlva lemegy, ugye a 3. napon lemegy, ott van az egész nép, és elmondja nekik a 10 dabarim, vagy a 10 parancsolatot. Nézzük meg, ugye ezt mindenkinek ismernie kellene már a 10 parancsolatot, ezen nem is fogok végigmenni részletesen, csak azt szeretném mondani, hogy ők azt mondják, hogy itt kapták meg a 10 parancsolatot, és semmi mást. Akkor a kérdésem az, hogyha valaki ezt állítja, az pedig, aki ott ül, bólogat lelkesen, akkor meddig olvassa el a fejezetet annak érdekében, hogy ezt alá tudja támasztani? Mert ha figyelmes mindenki, akkor látja, hogy a 17-esben elmondja a nekívánt fele barátnak házát, se semmit. Utána megijed a nép, és azt mondja, hogy nem akarnak ők már ott lenni, hanem inkább közvetítsen Móse, vagy Mózes, Jahova és a nép között. Ezért a nép hátrébb megy, Mózes pedig közelebb megy, és ő az, aki tárgyal ezután Jahovával. Ez ugyanez a fejezet, amiről most szó van. Elmondta a 10 parancsot, ők azt állítják, hogy többet nem adott. Ugyanez a fejezet, 22-es vers, és mondja Jahova Mósénak. Ezt mond az Izrael fiainak, magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek. Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, vagy hatalmasságot, és arany isteneket, vagy hatalmasságot, se csináljatok magatoknak. Ez ugye megismétli a második, a négy, hát igen, a tulajdonképpen a 4-es, de a második parancsolatot. A 22-es versben megismétli a második parancsolatot. A következő mondat ez. Földből csinálj nekem oltárt, és azon áldozat-e égő és hála áldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek te hozzád, megáldalak téged. Egyből utána ad egy újabb parancsolatot, az pedig az, hogy földből áldoz nekem, földből csinálj nekem oltárt. 25-ösben ad egy újabbat, ha pedig kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd azt faragott kőből, mert amint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt. 26-os versben ad egy újabb parancsolatot, lépcsőkön sem menj fel az én oltáramhoz, hogy a te szemérmet fel ne fedeztessék azon. Akkor ők mi az, amit ezek az emberek olvasnak, és azok az emberek, akik ott ülnek körben áhítatta, és azt gondolják, hogy ők hallják a teremtő szavát, azok mit csinálnak ezekkel a versekkel, akkor ezek nem számítanak már úgy, mint parancsolat, vagy ez csak úgy egyszerűen csak mondta, vagy ezt nem gondolta komolyan, vagy ezt csak úgy oda dobta még bónuszba, és ez nem úgy számít, mint parancsolat. Még mindig itt vagyunk a Sínai hegyen. Ez a következő fejezet, 2 Mózes sem ott 21, 20 a 10 parancsolat, a következő fejezet, ahol járunk. Ugye ők itt a 36. perctől arról beszélnek, Sínai hegyen kapták a 10 parancsolat, a semmi más, a többit a vadonban, ezért az nem számít. 21-es fejezet, a következő, így kezdődik. Ezek pedig azok a rendeletek, Mispát, az a rendelet, ítélet, ítélettétel, ítélethozata, döntés, bírósági eljárás, bírósági ügy, ítélet, döntés, mispát, melyeket elejébe kell terjesztened. Ha valaki azt be tudja bizonyítani nekem, hogy az előző fejezés e közt, ők már gyorsan kiugrottak a vadonba, és ők megkezdtek a menetelést, és eltekintünk attól a 3-tól, amit még pluszba adott az előbb, akkor én azt elismerem, hogy így van. De mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig azt kell, hogy mondjam, hogy amit ők mondanak, az nem is lehet már tudatlanság. Nem is lehet tudatlanság, hiszen ide le van írva világosan, hogy ezeket ott adja nekik folyamatosan. Ha héber szolgát vásárolsz, 6 esztendig szolgáljon, 7. pedig szabaduljon fel ingyen. Bum, itt van egy következő. Amit szintén ott adott neki. Utána ecseteli ezt, hogy ha ott lakik, akkor ha egyedül jött, egyedül megy, ha ott gyerekei lesznek és felesége, azok ott maradnak, ő meg mehet, ahova lát. Ha nem, akkor átjukasszák a fülét, az ajtóhoz szegezik, és örökre ott dolgozhat és élhet a családjával, az uránál. Következő. Ha valaki az ő lányát szolgálói adja el, ne menjen úgy el, mint a szolgák mennek. Itt egy következő. Végig ecseteli, hogy ez hogy szeretné, hogyha ez megtörténik. Emberölésről való törvény. Itt van a következő. Végig a testi sértésekről szóló törvény. Ez még a 21-es fejezet. Égetés.
Szemet szemért. Ez mind itt van. Ha az állat megöli, ha valaki talál egy állatot, stb. 22-es fejezet folytatja tovább ugyanúgy. Mi történik, hogyha lop valaki a tolvajjal, mi legyen, ha kárt okoznak véletlenül, szándékosan, ha valaki esküszik Jahuára, akkor mindenféle károkozás, utána még ugye itt van az is, aki barommal közösül, szóval még a maga az erkölcsi törvényekről is van szó. Elmondja, hogy hogy kell bánni az emberekkel, jövevényel, özvegyel, árvával, a munkással, utána a kölcsönadás hogy működik, a bírákkal mi a helyzet, végig-végig adja nekik a különböző utasítások. 2 Mózes 23, a igazság, felebaráti szeretet, hazugság, és természetesen az ünnepek. A sabát, a sabát év, a jubileumi év, a kovásztalan kenyér ünnepe, utána itt van a 20-as vers, az imé, egy malákot vagy angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az Úr. Még nem mentek el, még itt vannak, mert imé, angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen arra a helyre, amelyet készítettem. Hogy még itt vannak. 21-es vers, vigyázz magadra előtte, hallgass az ő szavára, meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat. Miért? Mert az én nevem van ő benne. Sem a név, megnevezés, elnevezés elsősorban. És csak utána hírnév valakinek a jó híre. Vagy pedig emlék, vagy emlékeztető. Ez egy név, egy effektíve egy név, mint Jahua, vagy Jahusá, ha másiák a megújult szövetségben. Mennyi ez eddig? Ugye arról beszélnek, hogy csak a 10 volt a sínai hegyen, az betöltötte, viszlát, maradt 7,5+1, és ennyi. És a többit mindet vándorlás közben kapták, mikor látjuk, hogy még sehova nem mozdultak. Még egyelőre csak hátrafele mentek, mert azt mondták, hogy nekünk ebből elég volt. Inkább beszéljen vele Mózes, mi megülünk hátul, nekünk ebből az egészből nem kell semmi. Csak majd mi elvállaljuk a mi részünket, az kész. Sehova nem mozdultak egy tapottat se. Valaki nem hisz nekem, teljesen mindegy. Őszintén szólva egyáltalán nem érdekel. A lényeg az, hogy ez ide van leírva. Úgyhogy ha tetszik valakinek, ha nem, megbeszélheti majd az atyával négy szem közt. A helyzet az, Semot 24 egyértelművé teszi, hogy mindezek a dolgok, amik eddig elhangzottak, még mindig a hegynél vannak. Úgyhogy a kérdés az, hogy azok, akik készítik ezeket a videókat, ennyire tudatlanok, ennyi év után is, vagy pedig hazudnak. És mondd a Mósénak, jöjj fel Jahuához, te, Aharon, Nádab, Abihu, és az Izrael vagy Izrael vénei közül 70-en. Hajtsátok meg magatokat távolról. Csak Mózes vagy Mosé közeledjék Jahuához, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele. Hova? A sínai hegyre. Azért, mert ott vannak, még el sem mozdultak onnan. Mit csinál Mózes? Elmenem Mosé, elbeszéli a népnek Jahua minden beszédét, minden rendelését. És a minden rendelés az... nem dabar, mint a 10 dabarim, vagy a 10 parancsolat, hanem mispát, amit látunk a 21-es fejezetben, mikor azt mondja, hogy ezek Jahua rendelései, illetve már a 20-asban. Mispát. Nem a 10 parancsolatról beszél, hanem már ismerteti vele ezeket a rendelkezéseket, amiket megnéztünk Semot 20-tól egészen 23 végéig. Mit mond a nép? Megegyező szóval felele mondván mindazokat a dolgokat, melyeket Jahua parancsolt, megcselekesszük. Dabar. Azokat, amiket szólt, vagy beszélt. Mindez, ami kijött a száján, a 10 dabarim, a 10 parancsolat, plusz az összes mispát, amit felolvastunk. Következő, amit mondanak, az az, hogy csak a 10 parancsolat volt a kőtáblákon, és a többit nem írta le Mózes, mert ugye azt nem kellett már, majd az később. 4-es vers. Mózes Mosé pedig felírá Jahuának minden beszédét, és felkeled reggel, és oltárt építe a hegy alatt 12 oszlopot a Jesrael 12 nemzetsége szerint. Minden beszédét felírta nekik. Ezután áldoznak, ezután vérrel szentesítik az egyességet, ugye ráhintik az oltárra, és az egyik felét pedig medencékbe engedik. Mi a következő verszak 7-es, azután vevé a szövetség, vagy a brit, könyvét, és elolvasá a nép hallatára. Azok pedig mit mondanak? Mindent megteszünk, amit Jahua parancsolt, és engedelmeskedünk. Parancsolt, de bár, azaz minden, ami kijött, ami elhangzott a szájából. És ekkor fogta a vért ebből a medencéből, ráhintette a népre, és mondta, ímé a szövetségnek vére, melyet Jahua kötött ti veletek. Mind a ma beszédek szerint, amit eddig hallottunk, de bár, azaz minden,
mindaz a szó, ami kijött a száján, az összes beszéd, parancsszó, üzenet, minden, tanács, ígéret, az összes dolog vagy döntés, ami kijött a száján, mind a ma beszédek szerint. Szóval arról van szó, hogy ők azt állítják, hogy, és sőt, hát ezek az emberek tanítanak más embereket. Tanítanak embereket arra, hogy már nekünk nem kell a Torát fürkészni, meg megérteni, meg szerint élni, meg főleg nem, mert ugye ők jobban tudják. Ők elmagyarázzák a hallgatóságnak, akik aztán bólogatnak, hogy ez így van, milyen jó, hogy mi már élhetünk úgy, mint a vadállatok, és közben ugye arról van szó, hogy egyértelmű itt, sem ott 24-ben, ahol látjuk, hogy még mindig a hegyen van, sőt, Mózes most megy fel a hegyre. Azt mondják, hogy a Sínai hegyen kapta meg a 10 parancsolatot, semmi mást. 10 dabarim, ez a 10 parancsolat, így hívják, 10 szó. De megmutatom. És szólá Elohim mindezeket az igéket mondván. 10 dabarim. Ugye, felsorolja a 10-et, ez a 10 parancsolat, amit az emberek 10 parancsolatnak mondanak. Ő igazából soha nem használja azt, hogy ez 10 parancsolat. Az emberek így hívják. Ezek az igék, amik kijönnek. De bár, itt van a vége, a következő, itt már folytatja tovább a többivel. Megnézzük ezt is, folytatja tovább a 21-esben. Ezek mind-mind az a Dabarim, ugyanaz, ami a 10 parancsolat. Szóval igazából különbséget tenni nehéz, de ez a 10 legfontosabb, elismerem. 21-es fejezetben már rendeletnek hívja a következőket, Mispátnak, de ez még mindig ugyanaz a lendülettel magyarázza. Ugye a törvény itt van, a 10 parancsot, melyet Mózes kapott Elohimtől Izrael számára, összefoglalja, mit kíván Elohim az ő népétől. Hogy lehetne ez a törvény a 10 parancsolat, mikor ez már rég nem a 10 parancsolat? Ez a probléma, hogy az emberek nem elhiszik azt, ami le van írva, meg amit ilyen tudatlanok mondanak össze-vissza, és aztán erre építik fel az egész életüket, sőt, utána az üdvösségüket. Oké, nézzük, hogy még mindig a hegynél vannak, ugye arról szó sincs, hogy ők már megindultak a pusztából, megkapták, aztán visszajöttek. Még mindig a hegyen vannak. Ugye azt állítják, hogy csak a 10 parancsot írta föl, semmi mást. És szól a Jahua Mósénak, 12-es vers, Semot 24. Jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott. És átadom neked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, melyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Akkor mi az, amit olvas? Mi az, amit értenek ebből az egészből az emberek? Az a kérdés. Mielőtt valaki elkezdi tanítani a világot arra, hogy mi az, amit tennünk kell, meg mi az, amit nem, meddig jut el ennek az olvasásában, vagy az értelmezésében, hogyha még eddig sem, a 24-es fejezet 12-es, mikor leírja, odaadja neki a kőtáblákat, mit még? A törvényt, mi az? Tora. Úgyhogy nem lehet a 10 parancsolat, hiszen az 10 dabarim, az ige. A törvény, a Tora összefoglalja magában mindazt, amit eddig láttunk. A Tora nem más, mint egy útmutatás, vagy egy magatartás, vagy viselkedésforma, vagy egy szokás. Miért? Azért, hogy ők egy különleges nép legyenek, egy kodes vagy elválasztott nép. Ha valaki akar, élhet a keresztény Jézus szerint. Teljesen mindegy számomra. Nekem mindegy. A kereszténység azt csinál, amit akar, mert Jézus eltörölte a parancsolatokat. Aki keresztény akar lenni, nyugodtan éljen úgy, ahogy ők beszélnek. Én itt arról beszélek, hogy mi az, ami így szól Jahua. Mit csinált az igazi megváltó, Jahusa Hamásiák, mi az, amit ő végrehajtott, mi az, amire ő tanított minket, és mi az üzenete ennek a könyvnek. Ha ide van írva, hogy átadta neki a kőtáblákat, és a törvényt, ami nem lehet a 10 parancsolat, hiszen nem azt a szót használja, ez egy oktatás, ez egy rendszer, de mindegy is, mert a következő szó az, hogy és a parancsolatot. Micvá, parancsolat. Eddig már 4 különböző szót használt erre a rengeteg instrukcióra, amit adott. Dabár, mint szó, mispát, mint rendelkezés, tora, mint összefoglalva, egy tanítás, vagy egy útmutatás, és micvá, úgy, mint szó szerint parancsolat. Úgyhogy itt van, fel van írva a kőre, megkapták a Sínai hegyet, úgyhogy aki ezek után be akarja bizonyítani, hogy nem így van, én nagyon szívesen meghallgatom az érvelését, akkor, ha azt meg tudja mutatni az írásokból. A filozófia az nem számít.
Azt a végén nem fogja az atya kérdezni, hogy ki tudja elmagyarázni nekem, hogy mit miért csinált, meg mit miért nem csinált. Azt mondja, hogy itt van a kőtábla, amire felírtam a Torát, és az összes micvát, vagy parancsolatot, ez az ő szava, elmondta, aztán leírta illet Tora. Fel kell azért Mose és az ő szolgája, felmennek ugye Józsué, vagy Jahusa, hogyha valaki még mindig nem érti ezt az egészet, hogy a nevek hogy vannak, Jahosua vagy Jahusa? Jahua szabadulás, vagy Jahua bőség, vagyunk gazdagság. Ez a neve Jahusának, Józsuénak, és ez volt a neve a megváltónak. 6 napig fönt van Mose a hegyen, és a 7. nap azt mondja, hogy nagyszerű, akkor gyere és odaadom neked. Ekkor Mose bemegy a felhő közepére, és 40 nap és 40 éjjel ott van a hegyen. Még mindig sehova nem mennek, most kezdik el gyűjteni a Kodás vagy Szent sátorra a különböző ajándékokat, amiből össze fogják rakni a sátrat, ezt nem fogjuk megnézni. Utána a kárpitokról beszél, és a takarókról, 26-os fejezet. 27 elmondja, hogy kellene kinézni az oltárnak, és az edényeknek, amik körülötte vannak. 28 kiválasztja három fiát, papokká, avatják őket, és ők lesznek azok, akik ellátják a papi teendőket. Itt leírja utána, hogy a ruházatuk olyan, hogy nézzen ki. Ezek ugyanolyan parancsolatok egyébként, mint az összes többi. 29-ben elmondja, hogy hogyan kell egy papot megszentelni, és még mindig a Sínai hegyen vannak, és még mindig csak mondja neki, és folyamatosan mondja is mondja, hogy hogyan kell majd őket megszentelni. 30-asban az illattételre való oltár, a füstölők, és minden, ami ezzel kapcsolatos. 31-es fejezetben kiválasztja ezt a két karaktert, Besaleelt és Aholiábot, hogy ők legyenek, akiket ő betöltött a saját lelkével, bölcsességgel, értelemmel, tudománya minden mesterséghez. Ez a két karakter Jahuda törzséből. Szintén még sorolja a további törvényeket és rendelkezéseket. Utána elmondja a Sabát napot külön. Mit mond? Az én sabátjaimat többes számban, Sabát. Úgy, mint ugye egy szombatjaimat többes számban van, Sabát, szabadnap pihenőnap, természetesen nagy Sabát, különleges Sabát, kiemelt fontosságú Sabát, mint ünnep. Hát nem csak a heti Sabát, hanem az összes ünnepnap, mind a 7 nap, ami Sabát, vagy kiemelt Sabát, az mind az ő jele. Miért? Mert ez jel ót köztem, és köztetek nemzetségről nemzetségre. Nem örökre, nemzetségről nemzetségre. Folyamatosan ez egy jel. Nem lehet azt mondani, hogy az örök lejár egy idő után, bla bla bla. Azt mondja, hogy nemzetségről nemzetségre. Miért? Hogy tudjátok, hogy én vagyok Jahua, aki titeket megszentelek. Akkor ezek szerint ez nem csak egy rendelet azért, hogy az ember ne tudjon szombaton ezt vagy azt csinálni. Így szentel meg. Mit jelent az, hogy megszentel? Oda szentel, szenté válik, Elohim céljaira elválasztják. Innen tudja, hogy az ember el van választva számára. Jahua, az atya így tud minket megszentelni. Kijelölt egy napot, amikor elválasztja a sajátjait, a juhokat, a kecskéktől. Így szenteli meg, külön választott. Ez jelenti az, hogy Kodesh. Elmondja még egyszer, megtartsátok azért a sabátot, mert Kodesh vagy szent az ti nektek. 16. Elmondja még egyszer a gyengébe kedvéért. Megtartsák azért Jesrá fiai a szombatot, a sabátot megszentelvél, azaz Kodesh-ét tevén, a sabátot nemzetségről nemzetségre örök szövetségű. Ez egy szövetség, a sabát egy rit, egy szövetség, egy külön szövetség a szövetségben. Örök ólám, azaz mindig, mindörökké, egy életen át tartó, folyton örökös, világkorszak, időszak, örökké valóság. Nemzedékről nemzedékre, örökké, mindig. Legyen közöttem és a Jesrá fiai között örök jel, ott, mert 6 napon teremtette Jahua a mennyet és a földet, 7. napon pedig megszűnt és megnyugodott. Nem arról van szó, hogy ő kitalált itt most valamit, hogy nehezebbé tegye az életet. Visszautal arra, hogy ő így teremtette a földet és a mennyet, ezért ez egy jel. Még most is így teremtette a mennyet és a földet, ez ugyanúgy egy jel most is. Ezért mondta Mashiach, hogy amíg ég és föld el nem múlik, Shamaim és Haaretz el nem múlik, addig mindig megmarad az ő szava. Itt is ezt mondja, így teremtette, ez mindaddig megvan, amíg ez megvan. Majd belemegyünk abba, hogy mi a filozófiájuk a sabáttal kapcsolatban, de a lényeg az, hogy ne felejtse el senki, hogy miről van szó. Még eddig
sem ott, 19-től 31-ig még csak a hegynél voltak, és még ő csak sorjázta az ő toráját, az ő útmutatását. És még mindig arról beszél. Már egyszer fölírta a kőtáblára. Nézzük meg, hogy mi történik itt a 18-as versben. Mikor pedig elvégezte a vele való beszédét a sínai hegyen, kivel, Móséval, ki, Jahua, általadám Mósénak a bizonyság, Edut, Elohim törvényének bizonysága. Bizonyítéka. Vallomás, bizonyságtétel. Az, hogy ők azt mondják, hogy ez a 10 parancsolat táblái, látjuk, hogy ők sem tudják. Nem az, hogy nem tudják, nem akarják tudni, mert úgy lesz valaki keresztény, hogy nem tart meg semmit. Ezért keresztény valaki, hogy aztán azt csinálhasson, amit akar. Ugyanúgy, ahogy Revel Hidden Reality-ek hirdetik azt. Azonban már láttuk, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez a 10 parancsolat táblája, hiszen ezt mindet ráírta ő, ezért magyarázta el. Nem azért, hogy ráír 10-et, utána elmondja neki, minek van ott 40 napig, meg 40 éjszaka. Ha annyira nehéz felfogású Mózes, akkor miért nem választott egy olyat, akinek elég egy hét, hogy megértse ezt a 10-et? Vagy miért nem akkor adott neki bölcsességet, vagy értelmet, vagy tudást, mint ahogy adott ennek a két figurának ennek a fejezetnek az elején? Azért, mert ezt mindet meg kellett neki tanítani, de itt van. Leírta a bizonyság két tábláját, Elohim ujjával írt kőtáblákat. Mellesleg a bizonyság egy dút, annyit tesz ez a szó, hogy bizonyság vagy bizonyíték. Minden, ami itt zárójelben van, ez a hozzáadott kommentárja annak, aki összeállította ezt a idézőjelbe tett Bibliát, vagy programot. De ide is az van írva, az isteni törvény. Utána megnézzük, hogy mi a Tóra. Ők ugye arról beszélnek, hogy a 10 parancsolat, a második, mi a törvény, bocsánat, a 10 parancsolat, utána a második mi? Tóra, azaz az Ószövetség első 5 könyve. Elohim egyetemes akarata szavakban, tettekben, előírásokban, a Tanák, vagy az ószövetségi Yahudim, vagy zsidók, ugye Ószövetségben nincsenek is zsidók. Izraeliták van. A Jahuába vetett hitüket a törvény pontos megtartásával mutatták meg. Ugyanaz az ostobaság van itt, mint amit ők tanítanak. Ők a hitüket nem a törvény pontos betartásával mutatták meg, a hitet az Jahua ellenőrzi, hogy mi van az ember szívében. Annak a megnyilvánulása a törvény pontos betartása. Jahusa vagy Jézus betöltötte a törvényt, becsülte és szerette azt, miféle, mint egy óvoda. Ugyanaz, amit ők mondanak. Honnan jöttek ők ki, hogyha ugyanazt ismételik, amit itt a keresztények írnak? Becsülte és szerette azt. Nem becsülte és szerette azt, ő úgy él. Megpróbálta elmagyarázni nekünk, hogyha nem úgy élünk, akkor viszont látásra van. Mindenki mehet arra, amerre lát. És kifejtette annak tulajdonképpeni jelentőségét. Hogyne, megmondta Máté 5.17.48-ig többek közt, de megmondta Máté 7.21.24-ig, aki nem így él, az mehet, amerre lát, azt fogom mondani, hogy nem ismertem. Miből jöttek ki a srácok Reveal Hidden Reality-nél, hogyha ezt ismételik itt, ami a kommentár a Károli Bibliához? Kinyilvánítja az ember bűnös voltát és teljes képtelenségét arra, hogy Elohimnek tetsző életet éljen. Nem arról beszél mindenki a brit hadaságban, Saul, meg az összes többi, hogy aki a spirituálisan él a lélek szerint, az utána nem meghal a bűnnek, akkor ezek szerint csak lehet, hogyha az ember Ruach HaKodes segítségével él, nyilván önmagától nem, ezért küldte el a vigasztalót, hogy megtanítson minket mindenre, amit ő mondott, és az igazság szerint tudjunk élni. A törvény képtelen az embert a bűn fölött győzelemre segíteni. Nem erről beszél Saul. Saul arról beszél, hogy a törvény mutatja meg a bűnt. A törvény az, aminek a segítségével van bűn. Ha nincs törvény, nincs bűn. Úgyhogy az, amit ők folytatnak, meg amit a kereszténység magyaráz, annak nincs értelme. És egy óvodás biztos megérti, egy felnőtt nem, mert a program miatt már nem képes megérteni. De egy ovis megérteni, hogyha eltörölte a törvényt, akkor nincs bűn, akkor nekem nem kell megtérnem. Hiszen ha nincs miből megtérni, akkor minek egyáltalán hallgatni rájuk. Ezért ilyen a világ, amilyen, és ezért tartott a kereszténység, ahol tart. Mert nincs értelme annak, amit magyaráznak. Ugyanezt mondják szó szerint ebben a videóban, ha valaki veszi a fáradtságot és a fájdalmat, hogy végnézze, hogy Jehusá vagy Jézus összefoglalta a törvényt, maradéktalan szeretetet követel Elohim felebarátaink iránt, és ő iránta. És akkor az hol van?
Azt hiányzik. De egyébként 3 Mózes 19.18 és 3 Mózes 19.35 leírja, hogy már itt is ezt követelte. Jó, az teljesen kimaradt itt, ugye az első nagy parancsolat, szeresd Jehu átadta hatalmasságot teljes szívedből, teljes erőből, teljes lelkedből. Az hiányzik. Azután ez van. Ezáltal újonnan meghatározza az embernek önmagához való viszonyát, ön szeretetet. Ezt csinálja a világ, nem? Ezt csinálja az egész világ mindenhol. Ez az, amit narcisszizmusnak hívnak, vagy humanizmusnak, teljesen mindegy. Vagy ateizmusnak, vagy New Age-nek, spiritualizmusnak, csak szeresd magad. Ezt mondja a világ. Ugyanezt mondják ők is. Ide van leírva, innen ismételgetik, és ők azt mondják, hogy kijöttek ebből. Nem is olvasom tovább, mert fájdalmas egyébként ez az egész. A lényeg az, azt akartam megmutatni ezzel, hogy amit mondanak, az nem igaz. Így vagy tudatlanok, vagy hazudnak, vagy mind a kettő. Egyértelmű az, hogy az összes igét, amit eddig elmondott, rá kellett, hogy írja a kőtáblára, ezért volt ott annyi ideig. Elmagyarázta neki a sabát napot, a 10 parancsot, az összes többit, ami ott volt, leírta a kőtáblára, mindenki beleegyezett, megtartotta a szövetséget, és utána leírta nekik az ujjával a kőtáblákra, és azt küldte le Mózessel. Ez Semot 32, ugye az aranybornyút, amikor megcsinálják a tudatlanok, ugyanazt csinálják, mint ma. Megvan a szövetség, ugye a másiákkal, onnantól kezdve ők megfordulnak, mennek vissza ugyanoda, ahon addig voltak. Ugyanúgy élnek, ugyanazt csinálják, ugyanazt magyarázzák, és gyakorlatilag semmi nem változik, csak az, hogy ülnek, gondolkodnak, és azt hiszik, hogy ők mások. Már ezeknek sok volt a 40 nap, már azt mondják, hogy mi van ezzel az emberrel, hogy hol van, csináljunk bornyukat, mert nekünk mindenképpen valakit imádnunk kell. Ez az, ami itt történik. Elmondja Mosénak Jahua, hogy menjen lefele, mert ezek az emberek teljesen meg vannak őrülve. Mit csinál? Abba hagyja Jahua azt a veszedelmet, melyet akart vala bocsájtani az ő népére, ugye, mert Mózes azt mondta neki, hogy ne öld meg őket, hanem hagyd beszéljek velük. Mi történik? Megfordul azért, és megindul a Mósé a hegyről, kezében a bizonyság két táblája, mindkét oldalukon beírt táblák, mindegy felől, mind a más felől beírva. Azt akarja nekem valaki mondani, hogy neki kellett két tábla, mind a két oldalára teleírva, hogy 10 parancsolatot ráírjon. Mikor felsorolta ezt az összest eddig, megmondta, hogy ezeket tanítsd meg a népnek, mert ez így lesz. Így fog kinézni a szentélyem, így fog kinézni a pap, a ruhája, a füstölő, az áldozat, minden így lesz. Megtanította neki, leírta, hogy ott legyen, megpróbálja leküldeni, de addigra az oktondig lent már elkezdtek a bornyú körül mesztelen ugrálni. 16. Táblák pedig Elohim kezének csinálmányai, az írás is Elohim írása valak kimetszve a táblákra. Úgyhogy ez egy bátor ember, aki azt mondja, hogy csak a 10 szükséges, a többi nem számít, mert azt már a pusztában kapták meg, mikor látjuk, hogy második Mózes 19-től, második Mózes 32-ig még egy tapottat nem mentek, csak hátrafelé, elfele a hegytől, megkapták az összes instrukciót, a Torát leírta nekik a táblára, és még mindig itt vannak, és még mindig csak most lesz a szövetség megkötve. 34-es fejezetben, ez még mindig sem volt 34, mondja Jahua Mósének, vágj ki két kőtáblát, hasonlókat az előbbiek közt, hagy írjam fel azokra a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél. De bár a szó, láthattuk, hogy a 10 dabarim, a 10 parancsolat, mely utána gyakorlatilag törés nélkül folytatódik tovább, és 8 fejezeten keresztül írja le az összes többi. Ezt hívják Torának, ez az ő szava, ezt írta rá a kőtáblára. Fogja a két kőtáblát, felmegy a hegyre, és újra elkezdi a folyamatot. Láthatjuk, hogy még sehova nem mentek, már megkapták ezt a temérdek parancsolatot, még mindig itt vannak a sínai hegyen, írja felfelé a kőtáblára másodjára, mert úgy gondolja, hogy fontos, ezután ugye megjelenik Jahua a táborban, megújítja a szövetséget, és így szól. Ez ugye Jahua. Ímé szövetséget kötök, a te egész néped előtt csodákat teszek, amilyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, és meglátja az egész nép, amely között te vagy, Jahuának cselekedeteit, mert csodálatos az, amit én cselekszem veled. Mit csinál? Jegyezd meg magadnak, amit ma parancsolok neked. Ezek szerint valamit parancsolt neki ma. És akkor ugye kiűzi előle ezeket a 7 népeket. Mi a parancsolat?
szvá, amiből a mitzvá jön egyébként, vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek a lakosaival. Parancs 1. Amelybe bemény. Rontsd le az oltáraikat. 2. Törd össze a báványaikat. Vágd ki a berkeket. Nem szabad imádnod más elohimeket. Szövetséget ne kös velük semmilyen formában. Bum, ott a következő. Feleséget ne védj az ő lányaik közül a fiaidnak. Következő. Ne csinálj magadnak öntött hatalmaságot. Bum. Kovásztalan kenyér ünnepét megtartod. Következő. Az elsőszülött hím, ugye a barom, az az övé. Itt a következő. 6 napon át munkálkodj, a 7. napon pedig pihenj. Ez a 7. nap a Sabát. Itt a következő. Szántás aratás idején is pihenj. Hetek ünnepe. Következő. 3-szor esztendőnként minden férfi jelenjen meg Jahuának, Jésel hatalmasságának színe előtt. Ez ugye a 3 ünnep, kovásztalan kenyér, a sátrak ünnepe, illetve amit most mondott, a hetek ünnepe. Ezek mind-mind parancsolatok. Kiűzi a népeket, az áldozat vérét ne onts ki a kovász mellett. Ugye ennek köze nincs a húsvét. Az húsvét nem szerepel, soha nem is szerepelt. Ilyen nem volt, hogy húsvét a héberben. A szó, amit itt használ, az Pesach, vagy Pesach, ami a páskáról beszél, arról az ünnepről, mikor ugye Egyiptomból kijöttek és megmaradtak azok, akik megcsinálták ezt. Föld zsengéből elsőt vidd Jahuának. Még mindig mondja folyamatosan. Mit mond Mózesnek? Írd fel ezeket a szavakat! Mik ezek? Szavak. Dabarim. Dabar. Ugyanaz, mint a 10 parancsolat. Ő ezeket is szavaknak tartja, mivel ez az ő beszéde. Írd fel ezeket a szavakat. A Sínai hegynél állnak. 34. fejezet. Még mindig sehova nem mentek. Annak ellenére, hogy Reveal Hidden Reality-ek azt mondják, hogy ezeket már a pusztában vándorláskor kapta, látjuk, hogy semmi köze a pusztához, sehova nem mentek. Most mondta, már másodjára iratja le ezeket. Miért? Mert ezek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Ott vala Jahuával 40 nap, 40 éjjel. Azt akarja valaki mondani nekem, hogy 40 nap és 40 éjjelen át kellett ezt az egészet neki magyarázni ott? Vagy ott csak malmoztak ez időben? De hogy is? Miért volt ott? Felírál táblákra a szövetség szavait. Mik voltak a szövetség szavai? Itt van. Írd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled. Mik voltak ezek? Itt van. Most mentünk végig rajta. Az összes, ez mind-mind az ő szövetségének a szavai. Most mondta el. Elmondja neki, még az előzőeken kívül, meg összefoglalva, meg kibontva, hogy megértse ez a nép, hogy ez az, ahogy nekik élnie kell. Írd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izraelem. Mind, ami eddig történt, mind az ő szövetsége. Felírta a táblákra a szövetség szavait, melyeket, amikről eddig szó volt, a 10 parancsolatot. Azért, mert így foglalja össze ebben a 10-ben ezeket a szavakat, amiket eddig mondott. Ez a 10 így áll össze, mint a pontokba szedve, szépen ezeket össze lehet foglalni úgy, hogy ne legyen más hatalmaságod, ne csináld ezt, ne csináld azt, ne lopd, ne ölj, stb. Az, hogy ne ölj, azt láttuk, hogy van összefoglalva. Ha valaki meg akarja nézni, nézze meg abban a fejezetben, ahol arról van szó, hogy egy gyilkosságra mi vonatkozik. Az ne ölj, az a fő pont, azután pedig részletezi, hogy mik arra vonatkozóan a törvény. Mi van, ha szolgát öl meg valaki, mi van, ha egy nappal később hal meg, ha egy napon belül hal meg, ha hébert öl meg, ha más emberét öli meg, ha állat öli meg, ha állatot öl meg, ez mind-mind a ne öljhöz tartozik. Összes szót felírta, és az 10-ben lehet összefoglalni. A Sabáthoz ott vannak az ünnepei, mit lehet csinálni, akkor mit nem lehet csinálni, mire való az egész. Próbálja nekik elmagyarázni, 10-be összefoglalja, hogy egyszerűbb legyen, de az nem azt jelenti, hogy 10 szót írt a táblára 40 napig. Második Mózes 35, a Sabát összegyűjtötte őket, és utána elmondja nekik, hogy mi van. Akkor hova került ez, ami most ide le van írva? Egybegyűjtén Mosé és elfigyelnek egész gyülekezetét, és mondta nekik, ezek a dolgok, melyeket parancsolt Jahua, hogy megcselekedjétek. Ezek azok, amiket akar. De bár, ezek azok a dolgok, szavak, melyeket parancsolt, szavá, hogy megcselekedjétek. Hássá, tesz, így, é.
Mi is ez? 6 napon át munkálkodjatok, 7. nap pedig Kodes vagy Szent legyen előttetek Jahuva nyugodalmának sabátja, aki azon munkálkodik, megölessék. Oké, ez benne van a 10-be, azt mondják. Hol van ez? Ne gerjesztetek tüzet a ti házaitokban a sabát napon. Ez a sabát, a 4. parancsolat pont mellé van odaírva, vagy alá, vagy mit tudom én hova. Valahogy oda van írva. Hogy tudják ezek az emberek, hogy mit is jelent az. Mi az, hogy ne munkálkodjatok? Mindenki állandóan ott állna Mózes sátor előtt, azt mondaná, hogy mi az, hogy nem lehet munkálkodni? Meddig lehet elsétálni? Mi az, amit csináljunk? Le van írva nekik, csak pontokban van szedve. 10 pont, és az ki van bontva, és ezek mind, ezek az apró rendelkezések becsatlakoznak ahhoz a ponthoz, hogy elmagyarázzák, hogy mit ért azon, hogy ne ölj. Mi az, hogy ne ölj? Egy állat annak számít? Vagy egy Szent János bogár? Vagy ha valaki betör éjszaka a házamba, akkor én nekem ott kell állni a sarokba, várni, hogy mindent kipakoljon, hozzá se lehet nyúlni, megöl mindenkit körülöttem, én még mindig ott állok, mert nekem azt mondta, hogy ne ölj, ezért van leírva, hogy mit jelent az, hogy ne ölj. Innen tudjuk, hogy nem 10 szó volt leírva, hanem ezek azok a dolgok, mint dabár. Ugyanazt jelenti dabár dolgok, mint írás vagy szó. Egyértelmű mindenki számára most már szerintem, hogy amit mondanak, az egyszerűen nem igaz. A táblákra nem 10 szó volt fölírva, és a többit nem a vándorlás során kapta, hanem még mindig ott vannak a hegyen. Akkor hogy nem lehet ezt látni? Aki olvassa ezt, az hogyan vonja le azt a következtetést, hogy ez már útközben van, amikor egyértelmű, hogy nem. Végezetül ez sem ott, 34, ugye itt vagyunk a végén. Mózes arca, amikor fénylik, lejön Mózes a Sínai hegyről, kezében van a 2 tábla, és ezután az Izrael fiai is mind hozzájárulnak, ugye Áron és a többiek vének is, ezután Izrael fiai hozzájárulának, és megparancsolá nekik szavá, mindazt, amit Jahua mondott, dabár, a Sínai hegyen. Mindezek a dolgok, amik eddig történtek, mind a Sínai hegy lábánál történtek. Ezután, mikor befejezte a beszédet, dabár, leplet tesz az arcára, és mikor Mósé Jahua elé megy, hogy vele beszéljen, leveszi a leplet, míg kijön. Kijön, és elmondja az Izrael fiainak, ami parancsot még mindig kapott. A 35-ösben ezután magyarázza nekik, egybegyűjti az embereket még mindig a Sínai hegyen. Elmondja nekik, hogy mi az a parancs, amit még kapott pluszba. Mi volt az? Kezdjenek el adakozni a szent hajlékra. Elkezdik szedni az ajándékot, mindenféle dolgot, amire szükség van, ugye ezt Jahua megmondta neki. Ezeket elkezdik itt összegyűjteni még mindig a Sínai hegy lábán. Leírja, hogy hogyan kell ezt megépíteni, ezt a hajlékot. Elkezdik a munkát, itt kezdik el a szent hajlék építését, még mindig sehova sem mentek. És folyamatosan csak írja le azt, hogy hogyan is kell ennek kinéznie. Leírja a hajlék felszerelését, hogy hogyan fog ki, milyen rudak, kerubok, akkor hogyan vonják be arannyal, minek milyen alakja van, gyertyatartó, gomb, füstölő, stb. És megcsinálja azután az egészen égő áldozat oltárás sitén fából. Még mindig itt ügyködnek. Még csinálja mindig az oltárt. Csak nem másznak közbe a vadonba, miközben állítanak föl egy sátrat. Itt van a pitvar, hogy néz ki a pitvar? Oltár, utána milyen rudak, stb. Hogy néz ki erről az oldalról, arról, mekkora a mérete, és a többi, és a többi. Az adományokból pedig elkezdik megcsinálni a papi öltözeteket. A ruhadarabokat leírja, megcsinálja nekik, hogy néz ki, mit, hova tesz, milyen díszítés, stb. Stb. És ezután Mósé megáldja a kész művét. Így végeztették el a gyülekezet sátora hajlékának egész munkája, és Izrael fiai egészen úgy csinálták, amint azt Jahua Szabá parancsolta Mósénak, úgy csinálták. Oda viszik az egészet Mózeshez, a sátort, minden eszközét, horgait, deszkáit, az összest, ami erről szól, a bizonyság ládáját, az asztalt, a gyertyatartót, az oltárt, a rézoltárt, szőnyegeket, ruhákat, mindent. 42. Amint parancsolta vala Jahua Mosénak, egészen úgy csinálának Izrael fiai minden munkát. Parancsolta, szavá, ugyanúgy, ahogy az összes többit.
megtekintem Mósé minden munkát, elkészíték azt, úgy készíték el, amit Jahua megparancsolta vala, és megáldá őket Mósé. Még mindig ugyanitt. Remélem, hogy érthető volt, amit szerettem volna ezzel, és mindenki döntse el magának, hogy mi az, amit az írás mond. Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, vagy ők mit magyaráznak. A lényeg az, hogy mi az, ami le van írva, és abból mindenki szépen el tudja dönteni, hogy ő melyik úton akar elindulni. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!